A hegyközből naponta ingázó autósok az elmúlt hetekben megtanultak alkalmazkodni a kalandos közlekedési viszonyokhoz. A 3719-es számú pálháza felé vezető közúton lassan több a kátyús, mint az épp szakasz. A polgármester ezért a napokban levelet írt a Magyar Közút ZRT-nek, felajánlva az önkormányzat segítségét a legveszélyesebb, Vípuszta és Pálháza közötti szakasz javításához. A jegyző szerint még ha lenne is rá pénz, akkor sem javíthatják ki az állami utakat önerőből. A saját, önkormányzati kezelésű belterületi útjaikra viszont találtak forrást. Sikeres pályázatot nyújtottunk be a munkaügyi központ felé, ahol 15 fő foglalkoztatására nyertünk el támogatást. Itt el is indult gyakorlatilag ez a közfoglalkoztatás április 1-től és december 31-ig fog tartani 15 fővel, és ami változás a korábbi évekhez képest, hogy a munkaügyi központ most már nem csak a foglalkoztatást támogatja, hanem ad a munka elvégzéséhez szükséges eszközt, illetve anyagot is el lehet számolni, és mi ezen pályázat keretében pontosan az utaknak a felújítására pályáztunk. A rendőrség közlekedési osztályának munkatársa szerint január végéig a kátyúk nem okoztak komolyabb problémákat. Az elmúlt hónapban azonban már egyre több bejelentés érkezett kátyúbalesetek miatt. A rendőrök ilyenkor felveszik az adatokat, lefényképezik a kárt és a helyszínt is. A sofőrnek kell érvényesíteni kárigényét az út kezelője felé. A múlt hónapban bekövetkezett mondjuk 11 anyagi káros balesetünkből, 9 volt olyan, amely kátyú bahajtás miatt következett be, és rongálódott meg a jármű. A Magyar Közút Nonprofit KHT oldalán kárbejelentő lapot és kártérítési tájékoztatót is találnak az autósok. Itt pontosan leírják azt, milyen dokumentumokat kell csatolni a kárigény mellé.